Kitűnően kezdte a Fehérvári Gárda az ABBA PVSK bajnoki negyed döntő harmadik székesfehérvári mérkőzését. Mur vezetésével az ABBA 9-2-re elhúzott, erre azonban egy 6-0-val felelt a Tóth Norbert vezette PVSK. A folytatásban állandósult a 2-3 pontos különbség, az első negyedet végül 17-16-ra húzta be a Fehérvári Gárda. A második 10 perc elején néhány másodperc erejéig még a vezetést is átvette a PVSK, erre azonban egy 6-0-ás rohanással feleltek a házigazdák. Wood is betalált kétszer, Szabó is, Hollis is jól tempózott, rögtön 10-re nőtt a különbség, 30-20-nál biztossá vált az ABBA vezetése. Ez a differencia végül állandósult a nagyszünetig, az első félidő után 37-27-es ABBA vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. Érdekesen indult a harmadik negyed, a szünetben a pécsiek szakvezetője Csirke Ferenc technikait kapott, így a második félidő Wood büntetőivel kezdődött. Ez lendületet is adott az ABBA-nak, mely egy 9-2-es etappal jelentősen növelte a különbséget, 48-31-nél már 17 pont volt a differencia a csapatok között. A pécsiek a negyed felénél elkapták a ritmust, ez azonban csak ahhoz volt elegendő, hogy ne változzon jelentősen a különbség, 3 negyed után 57-39 volt az állás. Az ABBA védekezése remekül működött, támadásban azonban akadtak hibák. A PVSK így is meg tudta közelíteni a fehérváriakat, elsősorban jó ütemben eldobott tripláinak köszönhetően. 10 pontra felzárkóztak a látogatók, innentől kezdve azonban az ABBA nem kegyelmezett, növelte a különbséget és a hajrában látványos kosarakat szerezve 76-58-ra nyert, 2-1-re alakítva a párharc állását.